Kedves nézőink, a közelmúltban fejeződött be az Ajkai Magyar Imre Kórház felújítása. A következőkben erről szóló összeállításunkat láthatják. Az Ajkai Magyar Imre Kórházat 2010 óta Európai Uniós támogatások segítségével újítják fel. Az épület energetikai fejlesztéseket a Környezet és Energia Operatív Program, azaz a KEOP segítségével kezdték meg, mely során közel 500 millió forint támogatásból valósult meg az elavult nyílászárók cseréje. A társadalmi infrastruktúra, azaz a TIOP 2-2-2 intézkedése keretében fejlesztették a sürgősségi ellátást, majd ezt követte a TIOP 2-2-4 intézkedése, melynek segítségével a struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés valósult meg, amit az Európai Unió és a Magyar Állam támogatott. A több mint 1,6 milliárd forint összköltségű beruházás segítségével a Magyar Imre Kórház ismét a térség egyik jól felszerelt egészségügyi intézménye lett. Az 1973-ban átadott Ajkai Kórház közel 40 év után újult meg. Tényleg, amikor ez a kórház épült, akkor az egyik legmodernebb kórháza volt az országnak. Sok év eltelt. Itt két részre lehetne bontani a változtatásokat, az, ami látszik, és az, ami nem látszik. Aztán talán a leglényegesebb dolog az, ami nem látszik. Mert egy kórház korszerűségéhez az is hozzátartozik, hogy milyen a vízvezetékrendszere, milyen az elektromos hálózata, milyen betáplálások vannak, amit ugye a beteg nem vesz észre, de attól az intézet nem működik még, hogyha ezek nincsenek. Aztán hát a fejlesztések ugye a évek alatt egyre előtérbe került az informatika, ami ma már létezni se tudunk, úgyhogy jelentős informatikai fejlesztések történtek, és az évek során ugye azt mindenki tudja, hogy itt a városban voltak szakrendelők, rendelők, gondozók, azok az évek alatt beköltöztek, persze nem oda, ahova célszerű lett volna beköltözni a szakrendelőknek is, hanem a kórház 11 szintjén minden volt, tehát össze volt keverve a fekvőbeteg, a járóbeteggel, a gondozóval és mindennel. Na most próbáltuk ezt a dolgot rendezni itt a pályázat keretében, és elég jelentős változások történtek ez ügyben. Ha csak azt mondom, hogy szétválasztottuk a fekvőbeteget a járóbeteg ellátástól. Tehát földközeli szintbe jutottak a járóbeteg szakrendelések, és nagyon szép lett és korszerű lett a járóbeteg. Így most a betegeknek bejönnek, nem kell felmenni mondjuk a 7. emeletre, ami mondjuk a liftek szempontjából sem mindegy, meg az egész házforgalma szempontjából nem mindegy az, hogy itt rengeteg ember tolong egész nap a kórházba. Fekvőbetegek most nyugodtan csak a fekvő részeken vannak, a járó betegek lent a magas földszinten és az első emeleten. És hát ugye más pályázatok is voltak az intézménybe, és egymásra épültek ezek a sürgősségi pályázat, a KEOP az energetikai pályázatunk, és hát most ez az utolsó, amit befejezünk, ez a 2-2-4-es pályázat. A fejlesztéseknek köszönhetően költséghatékony technológiákat is elkezdtek alkalmazni az intézményben, amelyek biztosítják a fenntartható működést, és természetesen a betegellátás feltételeit is nagy mértékben javítják. Ami nagy volumenű volt, az ugye az áramfogyasztás, a vízfogyasztás, tehát ezek a részek, amiben jelentőset tudunk majd fogni, ez a projekt keretében is, például a szürke víz felhasználás, ami annyit jelent, hogy a csapadékvizet összegyűjtjük nagy tartályokba, és hogyha elér egy bizonyos szintet, akkor az intézet bizonyos részei, tehát ami kell a WC-öblítéshez, amire felhasználható ez a víz, ezt fogjuk majd oda felhasználni. Ez egy jelentős vízspórolást fog jelenteni. Az új gépek, amik bekerülnek, azok természetesen már energetikai szempontból egész mások, mint a 40 évvel ezelőtt. Tehát ha otthon belegondolunk, hogy egy hűtő 40 évvel ezelőtt milyen volt, ha egyáltalán volt. Tehát ma már az új eszközök mind energiatakarékos eszközök, és ez mind a radiológiára vonatkozik, és mindenféle egyéb eszközre. A projekt alapvető célja volt a fekvő és járóbeteg ellátás elkülönítése azért, hogy a betegutak rövidüljenek. Így a betegek egyre kevesebb időt töltenek az intézményben. A korszerű betegellátásnak az egyik lényege az, hogy a beteg minél kevesebbet tartózkodjon az intézményben, minél könnyebben jusson ellátáshoz.
Ez érdekli ugye egyébként a beteget. Az orvost meg az érdekli, hogy milyen eszközökkel dolgozik, és mi segíti a munkáját. Tehát a korszerű ellátáshoz hozzátartozik ugye az informatika fejlettsége is. Tehát, hogy most a járóbetegről beszélek, a betegek előjegyzéssel jönnek, ugye ennek is meg kellett teremteni az informatika alapját. Aztán az előjegyzési rendszeren kívül már behívó rendszer működik az intézményben, látják egyébként tévéken, hogy melyik rendelőbe mikor lehet bemenni. Aztán a korszerű ellátáshoz tartozik, hogy korszerű eszközökkel lássák el őket, ami az egyik legfontosabb dolog. És hát ami még ebből a szempontból fontos, hogy a fekvőbeteg ellátás is jelentősen megváltozott. Ma már nem az a lényeg, hogy bent feküdjön a kórházba egy beteg, mert tudjuk, hogy a kórházi fertőzések és minden egyéb mennyire károsak, amit mondjuk a betegek között még Isten igazából nem egy elterjedt dolog, mert eddig szerettek bent feküdni. Ma már azt látom itt a kórházban az elmúlt 10 év alatt is, hogy például az ápolási idők drasztikusan lecsökkentek. Régen befeküdt egy beteg, aztán szinte egy hónapot itt feküdt, kivizsgálások lassan történtek, minden nap volt valami, hogy éppen történjen valami, teljesen fölöslegesen kellett ezért bent feküdni. Ma már azért a korszerű technikákkal egy nap alatt nagyon sok vizsgálatot el lehet végezni, és nem kell a betegnek annyi ideig bent feküdni a kórházban. Ráadásul ugye egy másik projektben, a sürgősségi ellátás keretében megvalósult az új sürgősségi osztály, szinte minden beteg azon keresztül érkezik, ott már diagnózissal, tehát egy fél nap alatt, vagy még kevesebb alatt mindenféle olyan diagnosztika megtörténik, ami szükséges a beteg számára, és irányítottan tud osztályra kerülni. Mert régen azért volt olyan, behozta, amíg nem működött a sürgősségi és ez a rész, a mentő behozta a beteget, és akkor tóta egyik osztályról a másikra, mert ugye ott a felvevő orvos azt mondja, nem is ide tartozik. Azt akkor tolta tovább, és akkor keringett a házba, mire oda jutott, ahol éppen definitív ellátást kapott volna, ma már ez teljesen megszűnt. A felújítások több éven keresztül tartottak, miközben a betegellátás zavartalanul folyt az intézményben. Nagyon nehéz volt, nagyon, és én csak hálás tudok lenni a munkatársaimnak, hogy ezt úgy végigélték. Ugye 3 projekt ment egymás után, tehát azért egy nagyon hosszú idő volt, ha most nem csak a struktúraváltásról beszélek. A házban nem volt olyan egység, aki legalább 2-szer költözött volna. Mert ha ugye az egyik legfontosabb projektünk a KEO projekt volt, ami a nyílászárok csere, hát már olyan állapotban voltak már, hogy kiestek az ablakok. A beteget télen néha a hó alól kapartuk ki, tehát fütöttük az udvart. Tehát itt erről szólt a történet. Na most el lehet képzelni, amikor egy ilyen 11 szintes épületnél mondjuk az egyik szárnyban se ablak, se ajtó, se semmi nincs, és akkor a másik 2 szárnyra szorult, tehát minden ellátás. Ez esetenként borzasztó volt. De azt kell, hogy mondjam, néha a betegek vigasztalták már a dolgozókat. Hát ugye a beteg az egy hét alatt megfordul, vagy mondjuk 2 hét alatt az intézménybe. Igaz, hogy légkalapács ment a feje fölött, meg volt sok minden, de a dolgozó meg itt volt. Tehát ő neki ezt a jó pár évet végig kellett itt szenvedni. Tehát minden elismerésem a munkatársaké. Egyébként segítőkészek voltak, együtt tudtunk. Hát volt olyan, hogy reggelente mindig úgy kezdtük, hogy na, most akkor ki fog költözni hova, és akkor ugye ezt a költözést meg kellett oldani úgy, hogy a betegellátás pedig jó, voltak kritikus állapotok egyébként, amikor egy 4 ágyas kórteremben 6 ágy volt, vagy még több is, mert a betegeket pedig el kellett látni. A TIOP pályázat segítségével valósult meg a rehabilitációs ellátás fejlesztése is. Így sikerült megteremteni a járó betegellátás fizioterápiás, valamint a vizes kezelések feltételeit is. Nagyon büszke vagyok rá, és aki látja és oda jár, az szinte el van ájulva, hogy ajkám milyen. Sőt, Budapestről jöttek, mikor az akkreditációt csináltuk, a professzor urak, és akkor elvittük őket, azt mondták, nem gondolták volna, hogy vidéken ilyen rehabilitáció létezik. Hát azt kell tudni, hogy volt egy fekvőbeteg rehabilitációs osztályunk, 55 ágyjal, és amellé egy teljesen új járóbeteg rehabilitációt építettünk, ahol megteremtettük végre ajkán és a vizet
vizes kezelések lehetőségét, mert eddig nem volt vizes kezelés Ajkán. Betegek nagyon szeretik, de korszerű a fizikoterápiánk, a gyógytornánk, gyerekeket rehabilitálunk, és miután az eszközpark közös ebbe, tehát a fekvő betegek is ugyanitt rehabilitálódnak, ahol a járó betegek, ez beosztás szerint megy, és nagyon szép lett, és büszkék vagyunk rá. Tehát a fekvő mellé egy teljesen úgy járóbeteg beruházás történt, az alapoktól a tetejéig, úgyhogy itt történnek felnőttbe, gyerekbe a gyógytorna, a fizikoterápia, a magnetoterápia, és hát a vizitorna, és az egyebek is. Mert volt régen fizikoterápia nálunk, beszorítva a főépületbe, de a humán erőforrásunk megvolt, és nagyon jól képzettek a gyógytornászaink és a szakdolgozóink. Hát a megyébe gyakorlatilag bizonyos tornákat, gerinctornákat, egyebeket, vagy csecsemő fejlesztéseket itt csinálunk Ajkán. Mind a járó, mind a fekvő betegellátásban sokkal jobb körülmények között és komfortosabban vehetnek részt a kezeléseken. Egy hidroterápiás medencével bővült már a kezelési palettánk. Ugye ez mind a fekvő, mind a járó betegeknek igénybe vehető, kollégák utalhatnak kezelésekre, és hát a fekvő betegek is itt kezelődhetnek. Ez az egyik. A másik pedig ez a nagy egység tulajdonképpen, hogy együtt vagyunk a központi fizioterápiával, ahol ugye a gyógytorna, az elektroterápia, masszázskezelések és hát a hidroterápia is helyet kap. A fekvőbeteg osztályon 55 ágyunk van. Járóbetegellátásban 200-250 beteg fordul meg egy nap a kezeléseken. Ajka és kistérsége, vonzás körzete az elsődleges, ugye, aki ide jön rehabilitálódni, de azt kell, hogy mondjam, hogy a hírünket azért elviszik a betegek, és területen, tehát a közeli területeken kívülről is jönnek betegek. Fönt a nagy épületben volt egy nagyobb tornatermünk, egy fizioterápiás egységgel. Ugyanakkor az öltöző rész, az osztályok elérhetősége más volt. A legnagyobb gyógytorna igénye tulajdonképpen a mozgásszervi rehabilitációnak van. Azzal, hogy ebbe az új épületbe együtt dolgozhatunk, ezt megszervezni, hogy a gyógytornászok oda könnyebben eljutnak, jobban tudnak igazodni a betegek napi rendjéhez, egyszerűbb, mint fent a nagyházból lejárni folyamatába. Tehát így a betegek is több gyógytornába részesülhetnek, kevesebb a kieső idő, ami az átjárást jelentett a nagy épület és a rehabilitációs épület között. A kismamák komfortérzetének növelése érdekében a szülészeti műtőt és a szülőszobát is felújították. A fejlesztéseknek köszönhetően az anyukák és az újszülöttek is különleges odafigyelésben részesülhetnek. A szülészeti osztályhoz tartozik egy szülészeti műtő is, teljesen új lett a szülészeti műtőnk is, és a szülőszobánk is. Nagyon korszerű, alternatív szülési lehetőségek vannak, lehet kádba szülni, lehet mindenféle egyéb módon, ahogy a szülőnő kívánja, és nagyon jó felkészítések vannak szülésre, nagyon aktívak a szülészeti dolgozók. Működik a roomingén, ami annyit jelent, hogy 24 órát az anyuka mellett lehet a bébi, hogyha igényli. Természetesen újszülött osztály is van, hogyha már elfárad az ellátásba, akkor felügyeletet biztosítja az újszülött osztály, és megnyertük, a projekt része volt az, hogy Bababarát kórháznak kell lennünk, és hát ezt gondolom, hogy a közönség már tudja, és az illetékesek, tehát a kismamák, hogy az Ajkán működik a Baba Barát Kórház, és nagyon sikeresen. Szülésre felkészítés, a szoptatás támogatása, ami ugye nagyon lényeges ebbe az egész folyamatban, és még az újszülöttek utánkövetése is megtörténik. Amikor ide jöttem, még azt láttam, hogy az anyukák, a vajudóasszonyok többnyire feküdtek, nagyon kevesen sétálgattak, nagyon kevesen használták a labdát, illetve hát a melegvizes vajudást igazából nem is láttam, hogy használtak volna. Ma már el kell mondanom, hogy majdnem minden vajudás alkalmával igen, használják, és nagyon-nagyon meg vannak elégedve, és hát ez ugye meg is hozza az elvárt eredményt a vajudás alatt. Arról szól egy alternatív szülészet, hogy
a kismama saját maga válassza meg azt a testhelyzetet, az ősi ösztönöket, ami neki a legkényelmesebb. A Magyar Imre Kórházban a fejlesztések hatására a betegek is sokkal elégedettebbé váltak. Úgy egyébként mi csináltunk beteg elégedettségű vizsgálatokat, és minden évben csinálunk fekvőbe és járóba is. Nagyon érdekes egyébként. Hát a betegek, azt kell, hogy mondjam, hogy pozitívan nyilatkoztak zömében az intézményről. A külalak az nagyon szép. Ami egyedül zavarja őket, az az orvos hiánya, ami mindnyájunkat zavar, de nagyon. Ó, hát a régiek, hát kiestek az ablakok, meg mit tudom én, az össze se lehet ezzel hasonlítani, ami most van. Itt a nővérjek nagyon aranyos, meg a főorvosasszony is, mindenki. Nagyon jó itt lenni, mert azért itt helyrehozzák az embert egy kicsit. Most már 40 éve van ez a gerinc problémám, és hát azért most, hogy ez itt megnyílott ajkán, nem kell hévízre menni, meg Veszprémbe, meg mit tudom én, hanem ide csak bejön az ember, és itt helyrehozzák. Nagyon sok különbség van, nagyon szép minden tényleg. Ahhoz képest, ami volt, ugye meg amit most ez az új szárny, hát ugye ez már tényleg azelőtt ugye se volt, és azért vízeső torna se volt most a vízi torna, és hát nagy, most már csipőim is oda van, a másik térdem is, úgyhogy már nagyon-nagyon ráfér. De olyan szívesen jön az ember, főorvos asszony azt mondta, hogy én már családtag vagyok, már ugye olyan sokszor voltam, tényleg a főorvos asszony egy tünemény, a nővérek is mind olyan aranyosak, hogy tényleg én voltam más intézményben is, abban a műtét után. Hát nagyon nagy a különbség az meg ez között, pedig hát az, ami 2006-ban volt, lehet, hogy ott is már mások a körülmények, de itt akkor is nagyon sokkal-sokkal jobb volt minden. Mert ugye akkor nem volt még vízitorna se, itt se, ott meg vízét folyoson végig kellett menni. Nem volt külön szobában WC, meg fürdő, úgyhogy itt akkor is volt, úgyhogy nagyon sok minden, sokkal másabb itt, meg hát a régihoz viszonyítva, meg hát tényleg nagyon-nagyon sokat változott, ez minden nagyon szép minden tényleg. Nagyon jó, hogy itt van közel. Én oszlopi lakos vagyok, úgyhogy, de minden évben jövök, úgyhogy örülök, amikor tényleg, hogy kicsit helyrehozzák az embert. Hát most már 36 éves vagyok, úgyhogy most már minden bajok jönnek sorba, úgyhogy ez van. A Magyar Imre Kórházban nem csak a betegek, de az egészségügyi szakdolgozók komfortérzete is javult. Dolgozói elégedettségét is szoktunk nézni egyébként, tehát azért sokkal kellemesebbek a munkahelyek, például a járó betegen légkondicionáló is működik, sajnos ezt a fekvőben nem tudtuk megoldani. Tehát tágasak a rendelők, új eszközök vannak, jobban érzik magukat. Mindenképp jobb, hogy egy helyre jövünk be, tehát itt van személyi öltözőnk, van pihenőszobánk, hogyha valaki nem az étterembe étkezik, akkor el tudja fogyasztani az otthonról hozott reggelit, ebédet, valamint szervezésében is sokkal jobban átlátható, jobban elérhetjük egymást, mindattól függetlenül, hogy mindannyian egyéni munkát és egymástól független munkát végzünk, de könnyebben rátalálunk egymásra, mint eloszolva a nagy épületbe és a házba. Az uniós projektek lezárását követően is maradnak még bőven fejlesztési elképzelések, célkitűzések a jövőt tekintve. A TIOP pályázat megvalósításával azonban a Magyar Imre Kórház ismét előkelő helyet foglalhat el a hazai egészségügyi ellátásban. Az útjainkat kellene rendbe tenni, ami talán majd egy következő projektben. Az infektológiai osztályunk az, a megyei infektológiát látjuk el, ahol az egész épületet fel kellene újítani, mert az van a legrosszabb állapotban. Úgyhogy vannak még terveink, és még az energetikán is lehetne javítani, mert nem mindenütt sikerült, mondjuk az, ahol építkeztünk, oda már energiatakarékos izzók kerültek meg, hasonló, de a kórtermekben nem. Még a kórtermeket is fel lehetne jobban újítani, tehát van még mit tenni, de én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen ez a kórház megfelel. Talán még átlagon felüli színvonalú is, mint a többi magyar kórház, és gyönyörű a környezete. Tehát én úgy gondolom, hogy Magyarországon az egyik legszebb fekvésű kórház az Ajkai Kórház.